Kultúra rovatunkkal folytatjuk a délelőttet, és a belvárosi főplébániára fogunk látogatni, és az adventi programokról beszélgetünk. Aranyosi Mihály turisztikai munkatársa vendégem, jó napot kívánok! Nézzük meg akkor, hogy hogyan készülnek a belvárosi plébánián. Ugye még nincsen advent, még egy pár napunk van, vasárnap lesz majd ugye advent első vasárnapja, de már az adventi vásárok azért kinyitottak, és ha jól tudom, akkor önöknél is van egy. Igen, nálunk most már második éves hagyomány, hogy karácsonyi adventi vásárt szervezünk. Ebben az évben a templom főbejáratánál két házikót fogunk felállítani, Betlehemmel és kivilágított nagyméretű karácsonyfával, és az egyik házban kegytárgyakat fogunk árusítani, illetve egy partnerünk, illetve a bakonybéli Szent Mauritius szerzetesek jönnek, és különböző tihanyi apátsági termékeket és bakonybéli termékeket, sört, szörpöket, szappanokat fognak árusítani az érdeklődők számára. És még azt szeretném megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy a templom sarkánál, az északi toronynál van négy köztéri fa, amit egyedülálló módon a március 15-e téren karácsonyi díszkivilágítással látunk el. Szeretnénk, hogyha az advent hangulatát sikerülne ezzel is nagyban emelni. Igen, ilyenkor olyan egészen varázslatos a város, vagy jó este is a sötét, hát már 4-5 óra fele elkezd ugye sötéteni, de ezek a kis adventi világosságok felkapcsolódnak, és tényleg egy olyan egészen különleges, vagy olyan emelkedett szebb hangulata lesz itt a belvárosnak, úgyhogy ez jó, hogy akkor önök is készülnek erre. Nézzünk még egy kicsit tovább, mert ilyenkor adventben ugye a jótékonyság is előtérbe kerül, és a Caritas csoportnak lesz, ha jól látom, gyűjtése is a plébánián. Igen, a Tevékeny Szeretet Caritas csoportunk december 9-én, advent második vasárnapján egy élelmiszergyűjtési akciót szervez és bonyolít le. Ennek keretében általában tartós élelmiszereket hoznak a hívek a Szentmisére 9-én, és ebből a Caritas önkéntesek csomagokat állítanak össze, és az a tapasztalatunk, hogy 100-120 család számára tudnak csomagokat készíteni. De van egy másik akciónk is, ez a templomunk önkénteseihez kapcsolódik ez az akció. Baranya megyében van egy kis falu, Gilvánfa, és az ott működő csupaszívóvoda számára gyűjtünk könyveket, foglalkoztató játékokat és egyéb kisgyermekeknek, óvodásoknak való eszközöket, készségfejlesztő eszközöket. Ezt az akciót december 10-én hétfőn zárjuk, és dr. Osztia Zoltán plébános úr még karácsony előtt el fogja vinni az óvoda számára ezt a felajánlást. Hogy találtak rá erre a településre, vagy kifejezetten erre az óvodára? Nem tudom, ránéztek a térképre és rábögtek, vagy volt ennek egy előzménye, egy korábbi kapcsolat? A tavalyi évben a kárpátalja Rahó számára gyűjtöttünk, a Rahói Római Katolikus Plébánia számára, és ebben az évben az önkénteseink voltak nagyon aktívak, és egy újságban olvasták, hogy milyen nehéz helyzetben van ez a kis település Baranya megyében, hogy mennyire fontos az, hogy változatos és érdekes dolgokat sikerüljön a gyerekeknek megszerezniük, illetve könyvek, kifestők és játékok legyenek számukra. Ez egy szegény falu, úgyhogy biztosan, hogy jól jön a segítség. Érdekesség, itt a programok között látom, hogy december 8-án szombaton egy egész napos szentségimádás lesz, de nem a plébánián, hanem hát kicsit délebre a bálnában lesz ez a program. Soha nem hallottam még erről, egy rendezvényközpontban tartsanak szentségimádást, és plébános atya fogja majd egy ünnepi menet keretében átvinni az oltári szentséget. Ennek mi a története, vagy mi ez a program december 8-án? Én azt gondolom, hogy most már nem csak Budapest, hanem Magyarország lakosai is nagyon jól tudják, hogy a templomunk éjjel-nappal nyitva van, mivel folyamatos szentségimádás zajlik a templomban. És egy közösség megkereste plébános urat azzal a kéréssel, hogy legyünk társszervezői, legyünk részesei ennek az egész napos rendezvénynek és szentségimádásnak a Bálna Budapest rendezvényközpontban, és természetesen plébános úr örömmel fogja elvinni reggel 8 órakor egy ünnepi körmenet keretében az oltári szentséget a Bálnába, ahol egy külön terem van a szentségimádás számára kijelölve,
és megszervezett módon mindig lesz valaki, aki az Oltári Szentség társaságában van. Azonban itt el kell mondanom, hogy, hogy ez nem fogja akadályozni a híveket abban, hogy a templomban a szokott rend szerint részt vegyenek az Oltári Szentség imádásában. Tehát megduplázódik a lehetőség. De ez egy jó lehetőség, különösen is mondjuk adventben ilyenkor mondjuk mit várnak, emelkedni fog majd vajon az imádkozók száma? Tapasztalataink szerint azon, hála Istennek, nagyon szépen megy a dolog, tehát mindig vannak, sokan vannak. Most napközben az altemplomban szervezzük az oltári szentségimádását, a szentségimádást. 6-8-10 ember folyamatosan van. Hát ez óriási szám. Én azt gondoltam volna, hogy 1-2 ember van mondjuk állandóan, és akkor mondjuk vannak ugye kiemelt időszakok, de hát ha egyszerre 6-8-10 ember imádkozik, ez... Éjszaka 1-2 ember van, igen, napközben azonban nagyon sokan vannak. Nagyon jó. Mi a helyzet a Rorate szentmisékkel? Lesz a plébánián? Lesz, igen. Reggel 6 órakor fogjuk elkezdeni. Plébános úr már nagyon készül erre a dologra természetesen, úgyhogy... És ez azért is nagyon fontos, mert hiszen éjjel-nappal nyitva vagyunk, bármikor be lehet jönni, úgyhogy akár már reggel 6 óra előtt is lehet jönni szentségimádásra, majd azt követően a szentmisére. Aztán december 2-án lesz Rómandita soron következő koncertje, és ezt gondolom, hogy már szintén az adventi lelkületben telik majd. Igen, mindenképpen, és nagy öröm és boldogság számunkra, hogy Ditta művésznő, mint egy művészi otthonára tekint a templomra, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert a soros új lemeze most jelent meg, és nagyon jó kritikákat kap, ahogy olvassuk, és ebből a lemezből, ennek a lemeznek a tartalmát fogja játszani most 2-án, december 2-án 17 órától Ditta. A múlt havi koncerten, amikor Baranyai Piroska cselló művésznővel közösen lépett fel, nagyon sok pocéket kellett betennünk. Reméljük, hogy ez most is így lesz vasárnap. Ez egy örömteli feladat, azt gondolom. Igen. Aztán jövő pénteken is lesz egy koncert, mégpedig egy vendégjáték majd este 6:30-tól, mert hogy a Kecskeméti Kodály Intézetnek lesz a hangversenye, szintén gondolom a templomban, és gondolom, hogy pócékek is kellenek majd, vagy reméljük szintén. Nagyon reméljük, bár a feltemplomunk elég nagy létszámot képes befogadni. Van, amikor 600-an is elférnek, és meghallgatják a hangversenyeket. Az adventi időszakban igyekeztünk nagyon sok érdekes és izgalmas programot kidolgozni. Természetesen ennek a programsorozatnak a gerincét a különböző hangversenyek jelentik. A Budapesti Énekesiskola fog fellépni nálunk, vagy a Szavária Barokk Zenekar, az Etüd Fúvós Együttes, mind-mind nagyon érdekes és izgalmas hangversenyek lesznek, természetesen jellemzően karácsonyi témával. Itt néztem a szentmiséknek a beosztását, és például december 8-án, amikor ez a párhuzamos szentségimádás zajlik, majd akkor 5 órakor a hazáért mutatják be a szentmisét. Ez egy szokás a plébánián, vagy ez most csak most vettem először észre? Ez egy új kezdeményezés. Gyakorlatilag hölgyek csoportja kereste meg a plébános urat ezzel a kéréssel, hogy legyen egy ilyen szentmise, és természetesen örömmel teszünk ennek eleget. Körülbelül 200-250 hölgyet és természetesen urat várunk erre a hazáért mondott szentmisére, és előtte plébános úr bemutatja a templomot is. Tehát nem csak 5 órakor egy szentmisére várjuk a híveket, az érdeklődőket, hanem 4 órakor már egy vezetett templomnéző, templomismertető séta is lesz. Aztán advent 2. vasárnapján szintén 6:30-kor folytatódik majd az altemplomi estéknek a sorozata, talán idén akkor az utolsó állomása, és Bakonybélből érkezik majd a vendég. Igen, és ez nem véletlen, hogy most Szent Gellértről fogunk beszélgetni, hiszen említettem az imént, hogy az adventi vásáron az egyik házikóban bakonybéli szerzetesi termékeket lehet majd megvásárolni. Gellérthez mind a két szervezetnek, a templomunknak is, és a bakonybélieknek is nagyon szoros kapcsolata van, hiszen templomunkban volt Gellért a halálát követően felravatalozva, majd 7 évig itt volt eltemetve, és
Szent Imre nevelését befejezve Gellért Remetének Bakonybérre vonult vissza. Úgyhogy ez a kapocs, ez mindkettőnk számára nagyon fontos, és igyekszünk is szorosra fűzni a köteléket. Aztán már tényleg nagyon-nagyon közeledünk a karácsonyhoz, és láttam, hogy lesz például betlehemes, de nem 24-én, hanem már 21-én is lesz, méghozzá Caritas betlehemes, tehát tényleg ott az ünnepi pár nap, az a hétvége, az tényleg már fokozza a karácsony hangulatát, vagy a várakozás lelkületét. Igen, a Caritas szervezetünk is fog rendezni egy ilyen eseményt, természetesen 24-én is lesz fél négytől Betlehemünk, illetve a későbbiekben is lesz egy úgynevezett Dániel játék, egy középkori misztérium játék, amire érdemes eljönni. Ehhez egyébként a hittanosaink számára is szerveztünk egy úgynevezett kakaópartit, ahol összejöhetnek a téli szünetben a gyerekek, együtt lehetnek, átélhetik a karácsony hangulatát. Na de akkor nézzük meg 24-ének a programját, ételáldással kezdődik talán, jól láttam reggel. Halászli áldás. Igen. Természetesen mi nem csak a 2000 év hagyományaival élünk, és ezekből táplálkozunk, hanem igyekszünk is hagyományokat és tradíciókat teremteni. Akkor ugye jó, hogy nem hallottam még a halászli áldásról korábban. A Belgrád rakparton van egy halászcsárda, és a tulajdonosnak nagyon fontos, a halászcsárda tulajdonosának, hogy szegényeknek is biztosítson halászlevet, vagy valamilyen adományt karácsony alkalmából. És néhány évvel ezelőtt plébános urat meghívta, hogy ezt az óriás kondért, illetve annak a tartalmát, amelyben a halászlevet készítik, áldja meg. Ez egy olyan kezdeményezés, amihez természetesen oda kell állni, és amelyben részt kell venni példamutatóan. Úgyhogy plébános úr a plébániáról, a templomból ilyenkor természetesen minisztránsok kíséretében kivonul, és megáldja mind a halászlevet, mind az odaérkező érdeklődőket. Egyébként meg lehet vásárolni, kiporciózzák ezt a nagy mennyiségű halászlevet, és haza lehet vinni. Aztán fél négykor lesz majd a betlehemes játék, utána pedig egy ilyen orgonás elmélkedéssel lehet készülni a Szentestére. Igen, ez az orgonás elmélkedés, ez fél 12-kor fog kezdődni, akkor indítjuk a várakozást az éjféli szentmisére, és természetesen éjfélkor, 24 órakor ünnepi éjféli szentmise lesz, 24-én, december 24-én. Aztán látom, hogy 25-én az ünnepi 10-es szentmisét majd például a Mária Rádió is élőben közvetíti, és Eszterházy Pál Harmonia Célestis műve csendül majd fel. Igen, a belvárosi kantorátus, a frissen újjállakult énekkarunk fog közreműködni ebben, úgyhogy nagy izgalommal várjuk, mert ez szinte premierje lesz az énekkarunknak. És akkor ugorjunk december 31-ére, igaz, hogy az még tényleg nagyon távolinak tűnik, de pikpak itt lesz majd az utolsó nap 2018-ban, este 6 órakor lesz majd a hálaadó szentmise a Tedeum. A hálaadás, illetve a beszámoló. Amikor a plébános úr elmondja, hogy mi minden történt ebben az évben a belvárosi főplébánián. Össze lehet foglalni ezt ilyen röviden? Pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy ez hosszú lesz. De minden esetre nagyon várjuk már ezt a napot, hiszen ebben az évben, január 1-én 0 órakor indult a folyamatos szentségimádás. Úgyhogy invitáljuk és várjuk is a híveket éjfélre, mert egy óra időtartamú szentségimádás lesz a templomban az egy éves évforduló alkalmából, majd azt követően természetesen egy éjféli pezsgős kocintás az altemplomban. Tehát mind az imádság, mind a szórakozás és a jó érzés az meg lesz szilveszter apropóján. Mihály, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt volt nálunk, és akkor egy áldott szép adventi készületet kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen!